Most megpróbáljuk ezt a IP kamera pozícionáló stepper motort levezérelni ezzel a stepper motor vezérlővel. Ez egy összetett komoly vezérlő. Ehhez ugye adtak egy vezetékköteget, amiből megpróbáljuk kiválogatni az ezzel hasonló színűeket, és ezt a csatlakozót leválasztva ezeket a csatlakozó vezetékeket fogjuk hozzáforrasztani, hogy ide ezekre a JST csatlakozókra megfelelően tudjuk csatlakoztatni, mert ezzel ugye nem fog sikerülni. Mondjuk egy ilyent. Aztán mondjunk egy ilyen szürkét, vagy nem tudom mi ez. Mondjunk egy sárgát. Így. Narancs. Szintén. És piros. Így. Most ezeket a vezetékeket elvágjuk. Mondjuk itt. Így, ezzel lesz két készletünk. Így, és akkor most ezt a vezetéket is szintén elvágjuk. Mondjuk itt. Így. És csatlakoztatjuk egymáshoz ezeket a kiválasztott vezetékeket, hogy aztán utána ide tudjunk csatlakozni. Minden vezetékre teszünk egy zsugorcső darabot, egy szigetelő zsugorcső darabot. Ugye ezek a vezeték végek már le vannak csupaszolva, mindjárt meg is ónozzuk. Bepasztázzuk komposztával ezeket a kis végeket. És megónozzuk. És most össze fogjuk őket forrasztgatni. Most ráhúzzuk a szigetelőket. Na most, ezeket össze kéne zsugorítani, de jelenleg nincs meg a megfelelő zsugorítom, úgyhogy majd ezzel talán, ahogy a nagyok. Jó, ezek rá sugorodtak, szép. Akkor állítsunk össze egy próbát. Az A az orange, narancs. A, narancs. B, yellow, sárga. Oké. C, blue. Thank you.
D gray, és E red. Így ez a stepper motor. A helyes vezeték sorrend akkor ez, hogy sárga, narancs, kék, szürke, piros, sárga, narancs, piros, szürke, kék, sárga, narancs. Ellentétben a gyári korábbi leírással, ami a narancsot jelölte A-nak, valójában az A az a sárga. Akkor ráadjuk a tápot, 12 voltos tápot, ez a pozitív, ez pedig a ground negatív, opa, negatív és pozitív, 12 volt. Most mindössze annyi történik, hogy a feszültség alatt levést jelzi ez a kis LED, hogy feszültség alatt van. Ez a kibekapcsoló gomb, az S1, az S2 pedig az irányváltó. Több módot is lehet ezzel a P4-es jumpereléssel előállítani. A legegyszerűbb az, hogy egyik irányba folyamatosan forog, illetve másik irányba folyamatosan forog. Ez a mód 1. Ez a két tüske, ez két kapcsoló, két végállás kapcsoló vezérlésére alkalmas. Ez a P1-es, ez a vezérlőjeleknek a sűrűségét jelzi, a P2-es pedig a gyors és a lassú forgást jumpereléssel. Ez a potméter pedig, vagy nem tudom mi ez, abban a módban, amikor végpontok között mozog a motor, a végpontok közötti távolságot lehet vele állítani ezzel. Ezzel pedig nyilván a sebességét a motornak. Akkor kapcsoljuk be. Látszik ezeken a kis ledeken, hogy a jelek milyen sűrűséggel keletkeznek, és akkor a potméter csavarásával sűrűsödnek a jelek, és a motor forgása gyorsul. Egy idő után ugye összeomlik a rendszer, tehát van egy maximális és maximálosan túli állapota. Ezt kézzel kell beszabályoznunk. Egész lassan forog, látható a jelekből. Most a gyorsabb forgásnál mutatom meg az irányváltást. Ez az irányváltó. Kibekapcsolás. Ez a mód 1. Mikor kibekapcsolni, előre-hátra forgatni, és a sebességét szabályozni ezzel a potméterrel. Itt a végállás kapcsolókkal lehetne váltogatni, vagy lekapcsolni a végállásnál a motort. Most kipróbáljuk azt a jog módnak nevezett változatot, amikor ebből a módváltó jumperből az egyiket lehúzzuk, és csak a baloldali marad, a P4-es jel melletti marad zárva. Elvileg ekkor bekapcsolásra megy csak a motor, vagy a bekapcsoló gomb megnyomására. És megpróbáljuk, hogy hát ha feszültségmentesítés után tényleg újra értelmezi a programot. Igen. Először feszültségmentesíteni kell, és ha újra megkapta a feszültséget az új jumpereléssel, akkor működik az új módban. Tehát most a kibekapcsoló gomb a jog vagy hármas módban úgy működik, hogy nem bekapcsolja és folyamatos mozgásra készteti a motort, hanem csak még nyomjuk, addig működik a motor.
ha a forgásirányt váltunk. Aha. A forgásirányváltó viszont ugye az ellenkező irányba működteti, amíg a kapcsoló lenyomva van. Amíg a kapcsoló zár. Jobbra, balra. Értem. Jó, lassabban, gyorsabban. Jobbra, balra. Ez a hármas mód, amikor csak a P4 jel mellett levő jumper zárt. Ez működik, ez a kis készülék, úgyhogy lehet használni. Ezen kívül még két módja van, úgyhogy eléggé jól vezérelhető ez a kis panel.